Magyar Katolikus Rádió. Örömhír mindenkinek! Hát tulajdonképpen a koronavírus megjelenésekor, tehát tavaly márciusban, amikor az első lezárások megtörténtek, kis túlzással mondhatom, hogy azóta jelentősen érinti a munkánkat. Én itthonról dolgozom. A két hullám, vagy az első és a második hullám között nyár végén, ősz elején, novemberig bejártam a rádióba, de ugye novembertől megint úgy láttuk helyesnek, hogyha aki meg tudja oldani, az otthonról dolgozik, és hát próbálja ezzel is a találkozások számát csökkenteni. Mivel én 2020. szeptemberében csatlakoztam a Katolikus Rádió kiváló csapatához, ezért nincsen sok összehasonlítási alapom a tekintetben, hogy a stúdió körülmények között felvett riportok hogyan zajlanak. Egy-két alkalommal tudott csak megvalósulni az esetemben, amikor a szemébe tudtam nézni az interjú alanynak, leültünk, és a technikusok segítségével rögzítettük az adott beszélgetést. Azóta a telefonon veszem föl az interjúkat. Ugye van távolság így köztem és az interjú alanyom között természetesen. Itt is törekszem a személyességre, a természetességre, de hát azért ez egy merőben más helyzet és működésmód. Nagyon leleményesek is lettünk, de nem csak az, hogy van, amikor úgy beszélgetünk valakivel, hogy egyikünk 2-3 méter távolságra tart egy mikrofont, és a riportalanyunk is egy másik mikrofonba vesz föl, vagy egy másik felvevővel veszi föl, hanem bizony kihasználjuk a digitális világnak, az online világnak a vívmányait is, úgyhogy nagyon sok interjút készítünk Zoomon, Messengeren keresztül. Én átálltam az internetes beszélgetésre, tulajdonképpen ahogy most mi is beszélgetünk, ugyanebben a formában készítem egy ideje a rádióműsorokat és azokat a hangfelvételeket, amelyek elhangoznak az általam szerkesztett rovatokban. Itt van egy mikrofon is, amit kifejezetten erre a célra, az otthoni munkára foganasítottam. Remélem ez most nem is hallatszódik bele, hogy hozzáértem és felmutattam. Úgyhogy hát sok minden más, és alapvetően a műsorok készítése viszont tökéletesen megoldható. Szóval vannak megoldások arra, hogy hogyan tudjuk áthidalni a személyes találkozások hiányát, de nagyon-nagyon nehéz így a helyzetünk. Alapvetően az újságírói szakma, az egy személyes kapcsolatokra épülő szakma. Nem csak arra gondolok, hogy a riportalannyal személyesen jó a legjobb beszélgetni, akkor tud igazán megnyílni a riportalany, akkor tudunk valódi interjú helyzetet kialakítani, hanem az egymás közötti kommunikáció. Tehát ahogyan inspiráljuk egymást újságíróként, ahhoz is szükség van arra, hogy találkozzunk, ahhoz is szükség van arra, hogy a szerkesztőség tagjai beszélgessenek, és ugyan vannak online értekezletek, de hát ez nem tudja pótolni a személyes találkozást, ami szerintem feltétlenül szükséges a mi szakmánkhoz. Nem tagadom, hogy úgymond betanulni és megtalálni az utamat, az irányokat nehéz volt ebben a helyzetben, hogy a személyes kontaktus ritkán valósulhatott meg, de tényleg mindenki bölcs mentorként és segítőkészen állt hozzám a kezdetektől fogva. Nekem van egy nagyon szorgalmas kis segítőm is, mert a Mirát nagyon érdekli az, hogy hogyan zajlik a műsorkészítés, meg a műsorvágás, úgyhogy ő sokszor érdekli az is, hogy hogyan veszünk fel egy anyagot, neki is kellett már vásárolni egy
mikrofont, természetesen csak játék mikrofont kapott, úgyhogy őt érdekli ez az újságírói munka, és szoktunk együtt vágni is. És hát azt kívánom, hogy minél hamarabb találkozhassak a kollégákkal, mert a rádió épületében lévő hangulat az azért nagyon hiányzik. Nagyon bízom abban, hogy nem sokára, heteken, maximum néhány hónapon belül elérjük azt, hogy újra személyesen tudunk találkozni, és személyesen tudunk beszélgetni a riportalanyainkkal.